Sziasztok, üdvözletem innen Páriból. 49-esnek az utolsó szakaszát tervezem ma bejárni. Így arrafele tovább. Ja, ezt van, a múltkor eddig sikerült eljutni, itt ahol még megvan a sín az átjáróba. És hát akkor innen most a folytatás. Jani most megy el ott. Szerintem ismét segített egy fuvarba Tamásitól, hogy elhozott idáig, most fog megfordulni. És én pedig akkor gyaloglok tovább. De itt lesz egy húzós szakasz, Nagykónyig még 2 kilométer, és az viszont nagyon húzós lesz. Szóval itt körülbelül a focipálya vonaláig van megcsinálva, és utána kell felkészülni, ahogy Jani is mondta, a nagyon durva szakaszra, ahol nem lehet kerülni, és ami több mint bő 1 kilométeren keresztül ilyen susnyásokkal kell utat vágni. Hát itt még egész jó a pálya, eddig. Ez a gaz sem volt semmi, amin átküzdöttem volna. Hát még ami utána jön. Nem semmi. És ez még csak az első, körülbelül 100 méter. Ennél még sokkal rosszabb lesz. Száraz gajak legalább könnyen törnek, és ezek még nem a szugrósak ászok. Hát, na, itt viszont jön a következő. Megvan az első átadás, ami még eredeti volt. Végre, hát ez beszakadt, ez akkor szakadt be, amikor felbontották a felépítményt, és a teherautókkal rámentek az alatt vagyod be. Helyzet az továbbra sem javult, sőt inkább percről percre romlik. Itt kell tovább menni a töltésen, hát látjátok, hogy milyen állapotok vannak. És ez még Nagykónyig így lesz, ami egy megközelítőleg 1,5 kilométer. Következő pedig egy földutas átjáró, egyébként innen jöttem, és itt van. És arra fele kell tovább menni. És a földút is keresztbe megy, nem a vonalra párhuzamosan. Így. Igazából kikerülni a nagy gaz sem nagy lehet. Egy szemét. Egy szétvert tévé, sőt két szétvert tévé, két képcsővel. Na, most nézzétek. A vizuális utas tájékoztató. És itt most nyerek körülbelül 10 métert vagy 20 métert, ameddig tudok haladni rendesen. Legalábbis ahhoz képest, ami eddig volt. Legalább ezeket még le lehet taposni. És a jó világ eddig tartott. Igen, itt egyébként látjátok, hogy magas töltés van, és ilyen vízelvezető csatornák meg ilyenek vannak, tehát ott sem nagyon lehet kerülni, mert igaz, hogy most szárazság volt már egy ideje, de van benne víz mindegyikbe. Csak némileg javult a helyzet. Próbálom megkerülni, vagy el kell törni ezeket az ágakat. Nagy hasznát venném itt errefele egy ágvágónak legalább. Csak hát azt meg nem tudtam volna hova tenni. Meg nincs is nekem. Tehát ha lenne, meg ha el tudtam volna hozni, akkor nagyon jó lenne. De hát itt kell valahogy tovább menni. Ezt nézzétek. Egy átadás, ami megmaradt. Hát, helyzet továbbra sem túl jó. Itt épült egy vadászles.
az egykori töltésre. És a továbbhaladása szintén nem egyszerű. Nagyon érdekes a helyzet, mert a térkép szerint itt ment a vasút, de itt meg nincs meg a töltése, pedig azért a töltés nem szokták csak így eldúrni. Viszont errefele meg, ahol meg tényleg töltés van, ez meg teljesen más irány, tehát itt meg biztos nem ment. Tehát ilyenkor nem tudom, mi lehet meg hogyan, de itt megpróbálok lemenni, aztán majd megnézem a ma oldalról. Hát átmásztam közben ide a túloldalra, és egyébként meg volt a töltés, csak csinált egy ilyen kurflit. Hát utána itt a túloldalt látszik, hogy meg volt a töltés, csak szerintem volt benne egy jó alak, amit a térkép nem jelölt. Hát itt sem nagyon lehet mellette menni, viszont itt van egy földút legalább. Itt van mellette egy földút, tehát egy olyan kb. 50 méterig még biztosan itt tudok mellette menni. A helyzet némileg javult. És ezt nézzétek, egy tárgyi emlék. Ez egy talfa. Sőt, mintha ott lenne mellette még egy. Még egy talfa. Itt, ahol már hivatalosan is elbontották a felépítményt. Nem igazán lehet abban reménykedni, hogy bármi tárgyi emlék lesz, de látjátok, azért még semmi nem reménytelen. Sőt, Kocsona környékén még sínek is voltak. De most az útátjáróban is sínszál megmaradt, de szerintem az már nem lesz meg, mert valószínűleg ki nem szedték, de betemették. Itt egy beton valami. Ez lehet, hogy szelvénykő volt. De feliratot nem látok rajta. De lehetett a vasúttól teljesen független, és akár egy ilyen telekhatár kijelölő. De itt tovább a vasútvonalon. Vagyunk, és hát messze van még Nagykónyi. Na hát itt már járt valaki, mert van egy ösvény vágva, de nem sokkal könnyebb itt se haladni a telepen. Itt már megjelentek a szúrósok árcok is. Viszont érdemes, mert még egy talfa. Tehát lehet itt találni még egy-két tárgyi emléket, szerintem lesz itt még több is. Ott van még egy talfa, sőt még egy. Lehet, hogy itt már akkor a dzsumbúj volt akkor is, hogy sineket felszedték, a talfákat meg nem. Itt valamilyen rengeteget ott hagytak. Hát itt megint az van, hogy ezen valahogy át kell mászni. Talfa, amit kiszedtek. Errefele szerintem lesz mégis. Ha ezen átküzdöm magam, akkor úgy látom, hogy egy picit javulni fog a helyzet. És ezt nézzétek, ez bizony egy vonóvezeték tartó. Tehát valahol ezen a környéken volt egy előjelző, vagy főjelző, vagy valami. És ott egy szelvénykő is, de azt viszont közelebbre meg fogom nézni. Szelvénykő, de rajta lévő írás olvashatatlan. Úgyhogy ezzel előrébb nem vagyunk. Viszont és ott viszont van egy nagyobb átevesz, ha jól látom. Itt meg pont a vágály tengely közepére nagyon vastagra már megnőtt fa. És még egy átevesz, ami jó állapotban fönnmaradt, ez már vasbeton. Szerintem lesz még téglás átevesz is. Hát, haladok tovább, már lassan. Lássátok, ilyen szépen, ilyen slitten még egyszer nem volt, pedig voltam már ilyen helyzetben, hogy itt felülről annyira dzsuvás, hogy csak így térden csúszva tudok haladni. Itt ezen a pár méteren így át kell kúszni, mondhatni majdnem. Tehát így térden lépegetve. Na de legalább most már ilyet is láttatok, anyád! Itt még a vonóvezetékből is megvan egy darab. De ez legalább azt jelenti, hogy már közel van az állomás. Ezt nézzétek, ez már egy hosszabb talfa. Tehát ilyent általában váltókörzetbe szoktak kitenni. Tehát akkor már tényleg nagyon közel kéne legyek az állomáshoz, de még sehol semmi. Aha, és itt van még egy vonóvezetéktartó. Egyébként a jelzőt azt nem találtam meg, sőt a csonkját se. Egyenesen tovább, hát ugye rávézek a térképet, de hát innen már közel kell lenni az állomásnak. Ma megközelítőleg jöttem is 2 kilométert. Ezt nézzétek, előjöttem. És már itt van Nagykónyi. Ott van az állomásépület, szemlátomás lakatlan.
itt az egykori lakodó. És ott van még a WC meg a melléképület is. És valahol itt voltak a vágányok, ahol most vagyok. Egy kicsit közelebbről is meg fogom ezt nézni. Maradványokat már biztos nem fogunk találni. Hát itt van a melléképület a WC-vel. És még a villany is be van vezetve. Na, nézzük az utcafrontot. És egyébként az épület úgy tudom, az önkormányzat tulajdonában van, hogyha majd a megépül Dombóvárig a bicikli út, akkor ilyen kiszolgáló létesítményként akarják használni. Nem tudom, hogy belülről hogy néz ki. De ilyen szabványos felvételi épület, hévszabványú azt hiszem, hogyha jól tudom, kétszintes, az emeleten voltak a szolgálati lakások. Hát bemenni nem tudom, be lehet-e, majd megnézem, de látom, be van rácsozva. Itt van a budi. Erre jobban nem vagyok kíváncsi, a másik oldalt meg ugyanez. És egykor itt voltak a vágányok. Majd rakok be ide képet, ha találok, hogy sinekkel még hogy nézett ki. Emeleti ablak nyitva maradt. Itt viszont belácsozták a, itt is a ajtókat, tehát nagyon belátni se tudok, itt volt a menetrend régen. Szintén belácsozva. Emeleti ablakot nyitva hagyták, az nem olyan nem tesz jót az épületnek. Ugye ez lehetett a váróterem meg a pénztár. Ez pedig valószínűleg a forgalmi iroda. Nem csak egy-két örmelék van bent. És akkor a vágányok felőli oldal. Ami egy érdekesség, hogy innen indult egy 17 km hosszú kisvasút is. De azt 1971-ben már felszedték. És már azóta a töltését is elszántották. Talán egyszer azt is bejárom, de hát az majd biztos, hogy egy későbbi időpontban lesz. És akkor valahogy így lehet tovább menni. Egyébként innen már jobb lesz a helyzet, mint eddig volt, mert én majd a Vasút utca után fog majd így balra elkanyarodni a vonal. És egyébként ott látjátok az egyik vágány záró sorompó helye szerintem. És itt egy szelvénykő. Sokkal járhatóbb a terep, mint eddig valaha. Ezt nézzétek, a vasútvonal az itt ment, csak ez már egy elkerített magánterület, viszont ott vannak a vonóvezetéktartók. Ez érdekes, meg az egyik távvidópóznának a betonalapja is ott van. Hát ezt most muszáj megkerülnünk, sőt igazából még a töltés is látszik. És akkor tovább. Itt volt egy útátjáró. Ez a videóban tuti meg lesz, majd bevágom ide a vonatkozó részt. És itt még 2002 környékén, még besiadásnál láttam, amikor ők járták be, még voltak sinek itt ebbe az átjáróban. Hát nem hiszem, hogy azóta kiszedték volna, mert nem úgy néz ki, mintha itt aszfaltoztak volna, csak szerintem betemette itt a föld. És itt viszont még, hoppá, itt még talfák is vannak. És akkor itt ezen a földúton, itt a helyén ment a vasút, sőt, ott van egy szelvénykő is. Egyre jobb. És itt bizony megmaradtak a talfák. Megmondom, hogy az átjáróban volt egy sínszál is. Azt szerintem most is itt van még a föld meg az aszfalt alatt. De nem hiszem, hogy kiszedték volna. Viszont akkor itt tovább erre. Igen, látjátok, nem hogy még az ágyazatból maradt itt kő, hanem talfák is maradtak. Viszont ameddig ilyen földút van, addig simán lehet az egykori vasút mentén haladni. Úgyhogy ez egy kocsoláig nem ilyen lesz, viszont ott annyival jobb a helyzet, mint volt idáig, hogy ott van mellette sok helyen földút, meg szántóföld, ahol lehet kerülni. Hát itt nem volt. Tehát ez a 2 kilométer, ez olyan sokáig tartott, ameddig máskor normál esetben, még hogyha kicsit bozótosabb és 4 vagy akár 5 kilométert is megyek. Ezt nézzétek, itt van egy őrhely. Ez a vasúthoz tartozott. A berendezési tárgyak ki vannak ide haigálva. Valószínűleg lakatlan viszont. Villany még be van közben, itt van egy kerekeskút. Lehet, hogy soron fósátjáró volt itt, és közül rej volt, na nézzük.
viszont a villany óra fel van szerelve. Lehet, hogy mégis lakott, bár nem úgy néz ki. De van egy felszerelt villany óra. Belül nincs semmi. Be van zárva. Hát. Viszont van bent egy fotel még, amit látok. Szerintem lakott volt ez egészen mostanáig, vagy hát még egy-két évvel ezelőttig. Hoppá, ez se ez nagy dugó. Aztán szerintem néhány éve kiköltöztetett innen a tulajdonos. És hát ugye a fosztogatók megtalálták, hogy ő dobált ki mindent. És azóta üresen áll. Ott van egy élő árambekötés is. Már digitális órával felszerelve, tehát akkoriban kezdték el a digitális villanyórákat felszerelni. És hát tovább akkor egyenesen a vonal mentén. Itt még mindig földút van, úgyhogy itt tudok mellette menni. Innen már durvul a helyzet, és itt tovább. De hát ez ahhoz képest, ami Nagykónyiig volt, ez stráda. Nincs még egy kb. 8 km kocsola. És onnan már csak 4 dalmand. Úgyhogy mondhatni a nehezén már túl vagyok, itt van egy szelvénykő. Na, sajnos már mindegyik olvashatatlan. Na, hát itt van még egy szelvénykő. És innen egész jó a terep. Gyakorlatilag itt látszik, hogy merre ment a vasút. Na, így ezt nézzétek. Látszik a talfáknak a nyomai. És innen még mindig nagyon jó a terep. Egy-két ilyen szelvénykövek is megvannak, többet is találtam már. És itt pedig bevágásban megy, viszont itt úgy tűnik, hogy itt azért volt valami alapvető gazírtás. Szerint lehet, hogy a bicikli utat készítették már elő. De egyenlőre, ameddig ilyen marad, addig jó, mert addig simán tudok haladni. Hoppá, és itt egy talfa. Találtunk egy talfát. Na, ezt nézzétek. Egy betonalj. Na, betonaljat még nem találtam. És egyébként erre halad tovább. Talfából már találtam többet, és betonaljból ez az egyetlen. Eddig. Viszont a telep az nem változott szerencsére. Úgyhogy simán egyenesen tudok haladni a töltés mentén. Hopp, ezt nézzétek. Távíró póznáknak a csonkjai is megvannak. Mellettünk van egy patak. Azt követte egyébként a vasút. Úgyhogy remélem, hogy kocsoláig ilyen sima utam lesz. De hát tovább előre, itt még két ágyazatkő az megvan. És itt van még három betonalj. Sőt, itt is van. Itt valamilyen raktak le betonaljakat. És nem csak lerakták, nem is szedték föl. Egyébként a terep az nem sokat változott. Hol kicsit könnyebb, hol kicsit nehezebb, de számottevően nem változik, és addig jó nekünk. Hát most egy picit nagyobb a gaz, de se nem szúró, se nem nagyra nőtt. Ilyen emellett el lehet menni azért, és itt már valaki járt, mert van itt egy ösvény. Na, ezt nézzétek, itt van még egy átevesz. És itt már egy kicsit nagyobb a susjás. De itt mellette lehet kerülni, és ez csak egy pár méternyit ilyen. Úgyhogy itt szépen kikerüljük. Ez is már vasbeton, bár még eredetileg téglából épült, átevesz, de vasbetonnal megerősítették. Na, ezt nézzétek, most már újra jobb a helyzet. És erre fele tovább. Hát már szerintem körülbelül a felét megtettem a kocsola nagy kúnyi távolságnak. De hát haladunk szépen előre. Most még jó a terep. És hát előre kocsoláig.
Na hát ismét egy erdei szakasz, és ismét alfás, ráadásul mohás, ami még csúszik is. Itt már egy kicsit nagyobb itt a susnyás, de azért még lehet haladni. És hogyha nagyon nem lehetne, akkor itt mellette a Szántóföldre le lehet érni, úgyhogy nagy baj nincsen. Lehet tovább haladni előre. Végül is még van több mint 4,5 órám az utolsó buszig, ami Dalmanzon indul Dombóvár fele, úgyhogy ráérek. Annyi idő alatt meg már ezt a pár kilométert le lehet nyomni. A Kocsola meg Dalmant között csak 4 kilométer van. Kevesebb, mint fele, mint Nagykónyitól Kocsoláig. Sajnos még olyat nem láttam, ami olvasható lenne. Hát itt egy romba dölt át ez. Szerintem ezt is a bontáskor sikerült. A túloldal pedig van egy sínszál a földbe. Hát mindegy, itt úgy is csak így megkerülve lehet ezen átmenni. Jó, úgy látom legalább ez az izé kiszállat, bármi is volt. Meg ott vannak ezek a betontömbök, ezekre rá lehet lépni. Na, nézzétek, innen már kezd bedurvulni a helyzet megint. Errefele is itt, így legugolva lehet majd csak menni. Na, nézzétek, itt van még egy talfa. Hát errefele meg a még nagyobb zsumbúj. Na, hát akkor itt van egy földutas átjáró. Egy hatalmas dzsungelen küzdtem keresztül magam megint. Itt vagyunk jelenleg. És hát innen már maximum egy kilométer lehet Kocsola. Vagy talán már annyi se, viszont nem találtam még semmi. Se bejárati jelző maradvány, se vonóvezetéktartót, pedig már lassan annak kéne jönnie. A Kocsola határában valahol, és itt jöhetett valahol a vágány. Térkép szerint legalábbis itt jelzi. Mutatom a másik felé, tehát itt azért jobban látszik, hogy hogy jött. És itt kéne már valahol lenni az álmas épületnek néhány száz méterre. Hát van itt mellette egy földút, most azon megyek, de szerintem itt voltak a vágányok egykor. A térkép ide jelzi. És hát máshol meg ugye nincsen, mert semmi látható nyom. Na, és akkor ez volt a tasváltjáró, ez már Kocsolának a területén van. És innen még körülbelül egy olyan 200-300 méter a vasútállomás. És most már igen, most itt vagyok a vasútvonalnál, az a földút az ott van, az arrafele már eltávolodott a sinektől, és akkor itt tovább. Egyenesen, és egy körülbelül 200-300 méter, és itt jobb oldalt lesz a vasútállomás. Menjünk tovább. Itt most egész jónak tűnik a terep, ahhoz képest, ami korábban volt. Ezt nézzétek, ez eltérvonó vezetéktartó volt. Viszont másik nincsen itt a közelébe. Lehet, hogy összeszedték ezeket is, de ez valamiért itt maradt. Menjünk tovább. Ezt nézzétek, szerintem ez már az élő állatrakodónak a maradványa. És itt lejöttek a vágányok, és úgy emlékszem, hogy egy kétvágányos. Hát lehet, nem is állomás volt inkább, hanem megálló lakodóhely. Jaj. Tehát már meg kell néznem azt a bizonyos videót. Abba látszik, de szerintem itt két vágány volt már. És itt lesz valahol az épület is. Itt jobb oldalt kell lennie. Na, a Kocsolai állomás épület, de ez az utcafronti része. Meg fogom nézni a vágányok felé, ott úgy látom már út van. Csak itt volt egy kisebb gazdasz, úgy volt, hogy ezt inkább kikerülöm. És itt jött a vasútvonal. Ez itt az állomás épület a vágányok felől, és ott szintén egy földútban, de tovább is folytatódik. Egyébként úgy tűnik, hogy az állomás épület lakott. Mert a parkol előtte egy autó, meg a motoros kapu is van. Meg még ezt egy kondenzációs kazánnak a fali kivezése előzője is. Ott van, és az utólag került oda. És úgy hallom, hogy üzemel is, mert nagyon zúg bent valami. Szerintem lakott épület, csak nincsenek most itthon. És hát akkor tovább Dalmant felé. Innen már csak körülbelül 4 kilométer. És a bizonyíték, hogy tényleg erre folytatódott a vágány, egy talpa. Úgyhogy remélhetőleg sima utunk lesz még sokáig.
És bizony itt jött az egykori vasútvonal, és szerintem erre fele ment tovább, mert itt ezt a tavat kerüli meg. És itt is van egy földút, de nehéz eldönteni, hogy melyik, de szerintem inkább ez lesz. Sőt, igazából a vasút az itt megy, nem is a mostani földút helyén, vagy itt ment valamikor. Vétek is így folytatódik tovább arra. Hát nem semmi, itt már azért jobban gazdosodik, és itt van a tó. Igazából két tó van, egy kicsi meg egy nagyobb. És arról jöttem a földúton, mert elment a motorosin, akkor talán engem is lehet hallani. És ugye itt megy tovább. Van itt egy ösvény mondjuk, de itt már azért nem az a kellemes kis földút, ami eddig volt. De ez nem tűnik olyan veszélyesnek. Látjátok, nemrég hagytam el a tavat, és itt egy erdei szakasz van. Ami viszont itt egész rendben van. Úgyhogy remélhetőleg még sokáig ilyen marad. Mávkábel. Most az jó kérdés, hogy a kábel az most is itt van, vagy csak ezt hagyták itt, mert a vasúttal együtt az infrastruktúrát is felszámolták. Ezt nézzétek, eddig egész jó volt a helyzet. Most pedig már jön a kökénybokortól kezdve minden. De gyakorlatilag itt már az utolsó kilométeren. A max. Egy kilométer van már csak Dalmandig. És akkor a nagy dzsungelhalsz után ismét itt. Itt a temető mellett ment közvetlenül a vasút, viszont mindjárt mutatom a másik oldalt. Hogy itt viszont nem tudom tovább követni, mert ezen képtelenség átmenni. Viszont van itt egy földút mellette, úgyhogy majd azon fogok menni. Néhány száz méter és már ott vagyok Dalmandon. Tehát ennyi, itt megy mellette ez a földút. Majd ahol lehet, visszamegyek a töltése. Tekint, most van egy villanyvezeték is alattunk. 400 kV-os. És zúgnak is az amperek benne rendesen. Na hát, ha hallatszik majd. Van most fogyasztás bőven, mert nagyon zizeg. Na de tovább egyenes, nem tudtam még a töltésre visszamenni. Itt hatalmas a dzsumbúj. És akkor Dalmandba érkezén. Itt volt keresztbe, valahol ezen a környéken egy kisvasúti csín, ez még a Google-nak a utcaképén látszik, majd belinkelem ide, hát ahogy látjátok, már nincs meg. Pedig ez állítólag még tavaly is megvolt. Szerintem egyébként az aszfalt alatt megvan még. Nem hiszem, hogy kiszedték volna. De valahol innen jött, és így keresztbe ment hát az úton. Szerintem pont ezen a környéken. És egyébként a vonal pedig itt van. És errefele ment Dalmandra. Mutatom, hogy Dalmand állomás meg arra van. Na most bemegyek itt, ameddig tudok, aztán majd itt a vasút utcán besétálok, és az utcafrontot megmutatom. Ja, úgy tudom, hogy magánlakás, tehát nem lehet bemenni a vágányok felüli oldalra. De ameddig lehet itt bejönnök, itt van egy őrház is. Látjátok, ez a 45-ös őrház volt. És itt mellette már az állomáshoz tartozó melléképületek vannak. Ez szerintem még lakott is. Sőt, lehet, hogy ezt is használják, mert ott van egy bicikli oda támasztva, úgyhogy szerintem melléképületként még ezt is használják. Hát itt eddig lehetett elmenni kb. Itt van még egy épület, és majd csak a következő a vasútállomás. De majd ezt a másik oldalban a vasút utcánál megnézem. Ezt nézzétek, itt van Dalmand állomás, az épületei. Az már nem az állomáshoz tartozott, igazából az egy szolgálati lakás lehetett szerintem, viszont vasútépület volt. És itt egyébként lakott két veszettül csaholó kutya van itt. Ez viszont az egykori WC lehetett az állomásnál. És itt van maga a felvételi épület, egyébként nagyon szép. És látszik, hogy itt laknak. Meg van csinálva, a telefon is be van kötve, a villany is be van kötve. Még valamelyest ugye rendbe is kapták az épületet. Legalábbis nyílászáró csere az volt. Hát igen, meg itt csináltak. Azért ilyen viakorolos vonókocsi beállót. Hát. Ez magánterület, ide nem megyek be. Itt elsétálok itt az utcán erre. Ott még szintén van egy melléképület és egy faáru raktár. És ez van a felvételi épület másik oldalon, nyílászárók azok ki lettek cserélve, és látszik, hogy építkezés van, tehát felújításon van, és
a tető is ki lett cserélve, de hát azért elkezdték felújítani. Szóval látszik, hogy jó kezekbe került. Remélhetőleg itt a vakola a díszeket is meghagyják, meg az épület eredeti állapotába. És bizony az is, hogy ja, nem, akkor ez volt a WC régen. Akkor a másik az csak egy raktár volt, és itt van a faáró raktár. Ez sokáig maradt meg, és az oldalrakodó is látszik. Tehát én nyilván vágányok felül, hogy oldalra nem tudom menni, az magánterület. De hát nem el tudjátok képzelni, hogy hogy nézett ki. És akkor itt még valameddig el tudok szerintem menni, ameddig tart az utca. Sőt, szerintem ott, ahol a múltkor abban hagytam, addig el tudok sétálni itt. És bizony az is unió, nem sok helyen maradt már meg ez a faáró raktár. De ugye itt volt a rakodó. Na, és akkor a Vasút utca. Vége. És most vagyok ott, ahol a múltkor befejeztem. Viszont most még van egy órám a buszig, úgyhogy most nem kell annyira sietni, mint a múltkor. Van idő bőven mindent megnézni. Bár igazából nagyon nincs mit, mert... És a vasútállomásról azt tudtam meg, itt közben egy helyi lakostól, hogy egy vállalkozó vette meg, és ilyen vasúti kiállítás lesz a földszintjén. Tehát ott egy ilyen berendezett vasútmúzeum lesz, mondhatni. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Hogyha elkészül, akkor biztos, hogy el fogok egyszer jönni és megnézem. Hát ez még a jövő zenéje, és akkor a vonalbejárás az nagyjából az ennyi is lett volna. Most próbálok úgy fordulni, hogy a szélzaj ne kavarjon be. De hát a vonalbejárás az akkor megvolt. És ezzel a teljes 49-es be lett járva, Dombóvától Lepsényig. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, annak különösen, aki az összes részt megnézte, mert ugye szintén többször neki futásból lehetett csak bejárni, mégis hát olyan 80-valahány kilométer volt. És hát majd folytatódik a valami másik vonallal. Nem tudom, mert terve van a 62-es, terve van a 117-es befejezése, ugye az már félig megvan. 62-es meg még semennyire, és az is egy nagyon hosszú. De hát nem tudom még, hogy melyik lesz a következő. Az majd idővel kiderül. Addig is köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. És akkor sziasztok! Üdvözlet innen Dalmandról. Keresek egy nyitva lévő boltot, ha van. Ha nincs, akkor meg majd Dombóváron fogok bevásárolni. Sziasztok!